Na, halió, sziasztok srácok, üdv mindenkinek, hejhó, hejhó. Bocsánat az ilyen késői streamért, nagyon elhúzódott itt minden. Képzeljétek el, a héten derült ki, vagyis hát hétvégén ugye nem voltam dolgozni, mert voltunk Kerinkővel óvodába beiratkozni, státuszvizsgálaton, stb. Úgyhogy azokon a napokon itthon voltam, viszont szerdán kiderült, hogy hát láttam helyezni egy másik területre, elvileg május végéig, ahol reggel 7:20-tól 3:50-ig dolgozok, ilyen műszakrendben, hát borzasztó hosszú ideig, és az a durva, hogy így nagyon annyira felborult az egész napi rendünk Enikővel minden, hogy így totál káosz volt ez a hét, és hát ugye így, hogy kvázi 4 óra után megyek ki érte, az itthoni teendőkkel nagyon-nagyon elcsúsztam, és egyszerűen nem bírtam magamat utolérni, úgyhogy hát ezekért is maradt el a stream, plusz itt ezen az új területen, a Purparkban vagyok, ahol a Zodinak a céges autóit, amit mondjuk a vezetők kapnak, stb. Ezeknek a gumizásában kell segítkeznem. Ugye most van a, úgymond a szezon, amikor ugye a téli helyett ugye a nyári kerül fel. Nekem magához a gumihoz kifejezetten nem kell hozzányúlni. A maga a gumicserét nem én csinálom, én csak ugye asszisztálok benne, illetve ugye a adminisztratív dolgokat végzem, azaz amint beérkezik, azokat kell átnézni. Hogy pontosan azok az autókhoz jött be, amik aznap jönnek kerékcserére, illetve ugye a raktárkészletbe megcsinálni a visszamenő téli gumika. Erre a papírt, a becsomagolás, stb. Úgyhogy inkább szellemileg fáradok el, mint fizikailag. És így annyira leszerelt ez a hirtelen váltás, hogy egyszerűen nem bírtam fent maradni, és ahogy elaludtani, így egy-két perc után én totál kidőltem. Úgyhogy fura, még ehhez rá kell állnom, meg át kell szoknom, és a héten ezért maradtak el a streamek, de nem akartam azt, illetve a másik oka, mert Enikőnek jövő hét kedden lesz a születésnapja, úgyhogy neki így az ajándékokat, stb. Azokat intéztem. Úgyhogy hát ez ilyen. De mindegy, lényeg az, hogy most befejezzük a második világháborút itt a Call of Duty 2 részében, úgyhogy lenyomjuk ezt a streamet, mert nem akartam, hogy tovább húzódjon, meg tornyosul, meg tologatni a streameket, úgyhogy így hajnalban gyorsan lezavarjuk. Játék folytatása. Szóval ott tartottunk, hogy 1945. március 24. Valendár Németországban vagyunk. Már itt vagyunk a háború végén, a küszöbén. Már átléptük Németország határát. Néhány óra múlva beszállunk a kétértő járművekbe és átkülünk a Rajnán. A dokszázat feladata biztosítani a várost, hogy utászok hidat építhessenek a folyón. Nem az az első alkalom, hogy a szövetségesek át akarnak kelni a Rajnnál, a Market Garden hadművelet Hollandiában katasztrófába torkolott. Az egyetlen különbség, hogy mi át fogunk kelni a folyón, hídon vagy anélk. Bill Taylor, tizedes. Doc század, második Ranger. Sziáncseri, szia, végre stream. Igen. Pont lemaradtál a kis magyarázatról. Akkor jó. Szórom, én szórom, amennyire lehet. Thank you.
Let's go. Van ennek a püstök. Majd elő. Let's go! Már nem áll. Hát igen, az a baj, hogy nem így képzeltem el. Meg ez, hogy így hirtelen kellett izélni mindent. Hogy nagyon-nagyon fura volt. Hoppá! Be se érek a... Ott megy. Jó. Hogy tisztán keresztül lője. Nem hiszem el. Pedig már ott voltunk. Na jó. Most mehetünk. Meg egy fóza golyó meglő. Ja, hogy lejönne. De az bent van a füstbe. Hát el volt a füstölve. Semmit nem láthattak erre, mégis előn. Mint most. Nem értem. Hát nem bírok bejutni. Nézzenek oda. Ez rosszabb, mint a... Déna. Most meg onnan, ahol eddig ide nem előtte. Hát ez szar. Látom. Ez most lesz jó.
Jó. Megvan. Roppan. Bejutottunk. Vigyázzuk, anyjuk! Most már nem hallhatunk meg. Menj. Gyűrjük fel, ne álljunk. Mehetünk tovább. Jól vagy, Griffin? Jól van. Közel voltál. Maradjál magad nekem. Jól beleszalad majdnem, igen, igen. Amúgy mi jönség van veled, Archery, hogy vagy? Felrobban? Megvan. Jó, mehetünk. Elfelejtettem, hogy a bal oldalt vannak. Pedig így már kezd derengeni ez a pálya. De még azért. Funk helyet ezt tegyétek. Mehetünk, gyerünk, gyerünk. Mert ezek nem éltek, úgyhogy... Az a baj, az a nem 12-es, ott nincs füstöm.
De nézd ki jobban. Hoppa. Na valahogy át kell. Lüpti. Az kicsi lett. Hát nem jó. Nem 12-es az hátulról lő. Meg itt van. Mert most hol vagyunk, figyelj. Ne! Jó, jó. Na. Ez elvel kint. Volt valamelyik pálya, amivel ennyire szenvedtünk, ha nem. Ez a nagy adat. Nem tett köztetünk. Most legalább bejutottunk. Az igaz, mert már nem tudok lenni. Köszönöm meg, hogy nem történtek velem mostanában semmi izgalmas dolgok. Nem baj, ez néha jön, néha... Ez is jó, hogyha... Ajj! Itt a gránát. Most döntem meg a házba. Nem 12-esbe vagy gránátba. Menni. De beakadtam! Ó, oh, hogy az a... Jó,
Hát muszáj voltam kijönni a két grindnek vége. Na jó. Uhu. Őszer. Elmentem volna. Na, ezt hiányoltam régen, ami a Battlefield 1-ben tökre tetszett, hogyha belelőttél valamibe, az felrobbant. Itt semmi. Abban majdnem én is beleszaladtam. Szerintem én lőttem le. Thank you.
Nem bírok úgy kinézni, hogy ne, ne kapjak súlyos sebet. Jaj, bocs, bocs, bocs. Mennyi gránát. Ó, nem itt volt, amikor egy tank is jött. Még halálod után tudsz váltani fegyvere. De jól emlékeztem. Bakker. Kilőtték. Erre viszont nem emlékeztem.
Igen, most kettő van. Ebbe haltam meg. És most mi jött meg? What? Most már mindegy. Ott vannak, oda spawnolnak. Meg vannak. De gyertek már! Ja, és elgyúrt a tank. Mert közben rám is lőttek. Bizottság. Thank you.
elmegy a tank. Hátba lőttek. Tudom kijátszani. Épp már nem enged vissza, igen. Túl szép lett volna, de gondoltak erre. A lehetőség. Most vagy soha. Hát te hogy? Ne! Ne! Hát nem áll. Megállt bennem az ütő egy pillanatra. Ó, oh, bocsánat. Jó, megvan. Végre. Csak sikerült. Atya, úristen, Alavi, menj előlem. Took on the best troops Germany had to offer and sent them running for their mamas up and down the Rhine. Glad to serve with you men. You're all good Rangers, that's for damn sure. Sergeant Randall, one more thing. I don't know about the gentleman part, but how'd you like to be an officer? Oh. I'm offering you a field commission as a lieutenant. What do you say? Well, I'd be honored, sir. But the thing is, we'd be short of sergeant. Corporal Taylor here, he might be worth looking at. I'll keep that in mind, Lieutenant. See to your men. Dismissed. April 16th, 1945. The Soviet Red Army commences its attack on Berlin.
capital city of Nazi Germany. 500,000 soldiers and civilians alike perish in a terrible battle. Jó, ez jó volt a végén. As the Allied forces converge on Berlin from both east and west, the Nazi leadership begins to crumble under the weight of imminent defeat. On the 8th of May 1945, the German armed forces surrender unconditionally to the Allies. At a cost of 50 million deaths, the war in Europe is finally over. Throughout the Allied nations, Victory in Europe Day is officially celebrated, marking the defeat of Nazi Germany and the fall of the Third Reich. Emlékszem, hogy még a izében parlamentszerű, de nem hiszem. De nem, így volt vége. Végül aláírták a németek ugye a megadási szerződést, letették a fegyvert 1945. május 8-án. Valamiért úgy emlékeztem, hogy még be kell, de lehet, hogy az múlt részben van. Srácok, le véget értek el a Vodati 2 végigjátszásom. Élveztem amúgy, nagyon jó volt így nosztalgiázni egy kicsit. Ilyen maga német. Mondjuk ez az utolsó küldetés nehezebb volt, mint ami, amire számítottam volna, de ott van Captain Price, tényleg őt próbálják kiszabadítani, mert fogság besebb. De az a durva, hogy Price innétől lett a kódnak így izéje. A kabala embere, vagy hogy mondjam. Megérte berúgni ezt az ajtót, mikor bemászhattak volna az ablak. Ahogy annak idején sose néztem így kritikus szemmel, tök menő volt. De most már látom, hogy egy-két dolog hibázott, vagy hiányzó. Amúgy jó, ugye tényleg itt ez a Code 2-nél volt az a mechanika, hogy végtelen mennyiségbe spawnolt az enemy, hogyha nem indultál előre. Ha csak álltál fedezőkbe, akkor szinte soha, de én azt mondom a mai napig, hogy ez az a játék, ez a második rész, ami megalapozta a kódnak a jövőjét. Nagyon jó volt így nosztalgia. Nyilván maga a játék, amit feldolgoz, az végtelenül szomorú. Így bármelyik világháború, vagy hát főleg a második világháború, amennyi áldozat volt, stb. Hát mondhatni mindkét oldalról. Borzasztó. Hát az a baj, tudjátok, hogy az ember a múltból tanulna erre. Ugyanott tartunk, mint régen. Ez a leginkább szomorú. Mondjuk ebből a grafitémban most nagyon eszembe jutott például, amikor játszottunk a Star Wars Jedi
Hogyan? Várj, melyik volt a Kyle Katarnos Star Wars Jedi Knight 2, Star Wars Jedi Outcast? Vagy valami és a Jedi Outcast volt, az biztos. Star Wars Jedi Knight 2, de valami ilyesmi volt, ez így. Ez mindig nagyon beteg. Menekültek a repülőgépek előlem. Na, amúgy kár, hogy nem tudom visszatekerni. Az nagyon jó volt a izé magyar fordítottal, hogy beleírták, hogy... És igen, igen, nyilván a... annak idején, akik részt vettek a második világháborúba, nem tették volna meg azt, amit teljesen más világot élnénk most jelenleg. Sok mindennel nem értettem együtt még annak idején a náci ideológiával, de a legrosszabb tényleg, ha most azt nézzük, hogy a munkatáborok stb. És hogyha ez így maradt volna, mármint hogyha a németek nyertek volna, akkor nem az lenne a mai világban, mint most. És ezt be kell ismerni. Még ha a mai világ nem is olyan jó, mint amit annak idején elkép. De igen. Jó, hát látszok lányok. A játék még mindig számomra, akár hát a nagyon erős nosztalgia faktor miatt is 10/10. Nagyon hangulatos. Zenék is, minden, úgyhogy... Na, hát igazából ezért se akartam eltolni, mert tudtam, hogy már itt vagyunk a végén is. Nem baj, innét fogjuk folytatni, majd a kelebleti 4-gyel, srácok. Ha minden jól megy, akkor talán ma este. Nem. Számol. Már is. Hú, nem, ma estére, ugye az Antilda. Úgyhogy ma este az Antilda. Börge. Sziasztok lányok, veletek, legyetek jók, vigyázzatok magatokra. Este találkozunk. Egy jó kis Antilda onnan. Jó, nem baj, nem baj. Annak is el kellett érkezni, úgyhogy. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra. Búcsúztam. Este találkozunk. Sziasztok!